Valójában ősszel, télen, tavasszal, nyáron szerintem évszaktól függetlenül olvasni jó, és hogyha valaki szeret olvasni, akkor tud is mindig időt szakítani mindenre, de nem egyszer vagyunk úgy, mint a háziasszonyok a hétvégi menüvel, hogy na jó, de mit főzzek, és na jó, de mit olvassak. Ebben segít azoknak a hallgatóknak, akik velünk tartanak, a könyvajánló című műsorunk, amelyben most is nagy szeretettel köszöntöm Gombkötő Ginát, a Vörösmarty Mihály könyvtár munkatársát. Köszönöm, hogy itt vagy, és mit hoztál nekünk. Én is köszöntöm a hallgatókat. Ezúttal egy olyan könyvről lesz szó, amelynek szerzője 30 szenvedélyes színésznő történetét gyűjtötte össze. Kuruc Adrián, aki Madame Fregoliként blogot ír, és a VMN online újságnak is dolgozik, eredetileg ott jelent meg ez a sorozata, amelyből könyv is készült. A Szárnyak és Bilincsek című könyvben egészen különleges színésznő sorsokat gyűjtött össze, igen érdekes históriákat olvashatunk. A könyv persze adalékokkal szolgál azzal kapcsolatban is, hogy milyen volt a különböző időszakokban a színésznők megítélése. Mert hát koronként azért ez is változott, egészen más volt színésznőnek lenni a 19. század első felében, és aztán később a kiegyezés után, és változott a kép a 20. század különböző időszakaiban is. Most a válogatás persze természetesen szubjektív, de azért akadnak kihagyhatatlan életpályák, ezek közé tartozik Blaha Lujzájé, vagy Gyászai Marié, aztán Bajor Gizié, hiszen ők valóban a maguk korának ünnepelt sztárjai voltak, tehát fogalom volt a nevük, és máig fennmaradt a színház történetben. De olvashatunk olyan sztárokról, akik az elfeledett némafilmekben arattak hihetetlen sikereket, közéjük tartozik például Puti Lia. Az ő nevére talán már kevesen emlékeznek, holott külföldön is igen sikeres volt. De szerepel a könyvben Deli Janka és Deli Rózsi, az egypetélyű ikerpár, akik Hollywoodban csináltak karriert, és hihetetlen hírnévre tettek szert a táncos produkciójukkal. A sikernek, a fényőzésnek persze ára volt, ez is kiderül a könyvből, és így tovább szerepel Márkus Emíri, a Szőke Csoda, a fantasztikus Varsányi Irén, aki miatt Molnár Ferenc író öngyilkosságot, vagy öngyilkossági kísérletet követett el, akkor Darvas Lili, aki viszont hozzáment Molnár Ferenchez, de sose élt vele együtt, mert közismerten zsarnokként viselkedett minden kapcsolatában. Aztán a gyönyörű Perczel Zita, vagy a vicces Bájos Turay Ida, tehát ők szerepelnek a portrék között. Akad, akinek a neve már a fiatalabbaknak is ismerősen cseng, például ott van Honti Hanna, Bulla Elma, Makai Margit, Gobbi Hilda, Domján Edit, Temesi Hédi, Sütcila. Hát arról, hogy miért született ez a sorozat, az előszóban ír a szerző. Kuruc Adrián azt meséli, hogy gyerekként nagyon sok időt töltött az akkor 70 éves Gizella Tántinál, akit szép, kedves ősz néniként láttat, egy olyan asszonyként, aki nagyon adott magára. Net volt, mint halálig, írja a szerző. Ja, hát ez a net, ez a korban ugye ismerős kifejezés volt. A tantival nézte gyerekként Kuruc Adrián a vasárnapi ebéd után a régi filmeket a televízióban. Lila Ákác, Meseautó, Hippolita Lakály, Egy szoknya, egy nadrág, Halálos tavasz. Egy sorra vetítették azokat a filmeket. Tehát én is emlékszem egyébként erre. Én is ebből a korosztályból vagyok való, mert én meg a nagymamámmal néztem ezeket a régi filmeket, és ez a könyv most nekem is eszembe juttatta a szereplők egy részét, mert... Én még ma is szívesen megnézem ezeket a filmeket. Igen, de hát ugye így van, hogy azért belefeledkezünk most is, de én is úgy vagyok, mint Kuruc Adrián, hogy csak nekem nem a tántim emlegette rajongással a régi színészeket, hanem a nagymamám.
Tehát Kuruc Adrient is ez a gyerekkori emlék, meg a tánti almás pitéje iránt érzett nosztalgia, mert ezt ették a vasárnapi filmezés közben. Tehát arra sarkalta, hogy a régi színésznők után kutakodjon, és így született meg ez a portrésorozat. Tehát olvasva a híres, körülrajongott, hát olykor még divatot is diktáló színésznőkről, sok minden kiderül. Az egyes korszakokról is. Hát a 19. században nem volt azért könnyű a színész élet, sok nélkülözéssel járt, ugyanakkor egy nő számára a karrier lehetőséget, az önmegvalósítás egyik módját jelentette akkor is. Hát azért gondoljunk bele, hogy az egyetemek a nők előtt csak az 1890-es évek végén kezdtek megnyílni, és hát akkor se tömegével jártak oda a nők. Tehát általában azt mondható, hogy a 19. században például a színésznők társadalmi megítélése kettős volt. Tehát egyrészt rajongtak értük, nagyra értékelték a tehetségüket, tehát ugyanakkor volt valami kis megvetés a megítélésükben. Tehát most van a Petőfi emlékév, és tehát ilyenkor a költőről ugye többet hallunk, többet olvasunk, és a megemlékezésekből is tudjuk, hogy Petőfi például nem örült, amikor Jókai Mór Laborfalvi Rózsát vette feleségül. És nem csak a korkülönbség miatt, ugye Laborfalvi idősebb volt, hanem mert az asszonynak volt egy házasságon kívül született gyereke. Egy színésznő egy kicsit szabadosabb, bohémebb közegben élt, mint egy polgárasszony. Erkölcsileg nem volt akkor a tiszteletben tartott. Igen, igen, igen. Vagy hát nem mindig, vagy nehezebben bocsájtottak meg neki. Tehát vagy nem, úgy, nem olyan volt a megítélése, mint egy nemes asszonynak. Mert egyébként hozzáteszem, hogy egy nemesi családban pedig kifejezetten a lecsúszást jelentette, hogy egy lány színésznőnek állt. Ugyanakkor egy elszegényedett családban, vagy egy alacsonyabb sorból érkező lány számára pedig a felemelkedést jelentette. Mert ez egyfelől azért pénzkereset volt, még hogyha néha nyomorúságos volt a fizetség, de egy tehetséges, körülrajongott, szép színésznő könnyebben jutott jó partihoz is. És ha férhez ment, egy tehetősebb kérőhöz, akár fel is hagyhatott a színész élettel, már ha akart, vagy a férj ragaszkodott ahhoz, hogy háziasszony legyen. Gondoljunk abba bele, végső soron, ugye, hogy ezt is tudjuk, hogy a 20. században a két világháború között még a dolgozó lányok számára is a jó parti jelentett egy biztos egzisztenciát. Egy színésznőnek pedig a két világháború között egyfajta védettséget jelentett egy előkelő és vagy gazdag férj. Hát voltak persze, akik színész dinasztiába születtek bele, tehát egyszerűen ezt a választást kínálta fel nekik a sors, ez előrevetítette a karrierjüket. Például Blaha Lujza már gyerekként fellépett a szüleivel, akik vándortársulatban járták az országot, és aztán ő lett a nemzet csalogánya, aki aztán akkora sztár lett, hogy az erkéről nézte végig, amint teret neveznek el róla. De hát a könyvből nem csak ez derül ki, hanem az is, hogy Blaha Lujzának a magyar nyelvű színjátszás felvirágoztatásában is óriási szerepe volt, mert akkoriban németül beszélő pesti lakosságot az általa énekelt nóták arra késztették, hogy a magyar nyelvet is megtanulják. Vagy például azok a magyar családok, akik németet használták otthon egymás között is, visszaváltottak magyarra. Vagy a Jászai Maria nagyasszony, az ünnepelt tragika, tehát ő például kifejezetten alacsony sorból, és nagyon mélyről érkezett a világot jelentő deszkákra, és egész életében folyton tanult, képezte magát, és ő maga is írt, az írásai lapokban is megjelentek, szóval egészen szabadon élt, tehát bámulatos, hogy ő mennyire modern nő volt, tehát most így rá lehet csodálkozni erre is a könyvolvastán, hogy utazott, szeretői voltak, neves szerzők is akadtak köztük, ugye hát Revicki Gyula, Szomori Dezső, tehát
az volt a legfontosabb, hogy ő színésznő volt, és nem érdekelte, hogy mit mondanak róla. Persze aztán a kiegyezés után lassan változott a színészet megítélése. A 20. század elejére már jobban elfogadták, hogy ez nem azonos a léha élettel, hanem ez egy komoly karrier, és hát közben persze a színházi világ is megújult, a klasszikusokat játszó Nemzeti Színház és a népszínműveket műsorra tűző népszínházak mellett megjelentek a szórakoztató, pikáns darabokat felvonuló polgári színjátszás otthonai is, hát gondoljunk a Víg Színház megépülésére is, ami 1890-es évek közepére tehető. Ha a portré sorozatban elmélyedünk, akkor arra is látunk azért példát, hogy egy-egy úri családban botránykő volt, ha valaki ragaszkodott a színészi pályához. Az 1830-as születésű orosz származású Batyányiné Apraxin Júlia például elhagyta a férjét, hogy színésznő lehessen. Őt például a szolgálókkal dobatta ki a férje, amikor a gyerekeihez be akart jutni áruhában. Azt hiszem, hogy apácának öltözött, hogy lássa őket. Most persze a közönség imádta, azért, hogy lemondott a rangról, hogy a magyar nyelv és kultúra szószólója legyen. Ő egyébként egy elég érdekes egyéniség, mert nem csak szavalt, hanem írt is, lapot adott ki. Szóval több fronton is igyekezett megmutatni a tehetségét. Puti Liával, akit említettem, a némafilmek sztárjával is megszakította a kapcsolatot az arisztokrata családja. Hollywoodban csinált karriert, és onnan küldözgetett a gyerekeknek csodálatos játékokat, de a gyerekeivel elhitették, hogy meghalt az anyjuk. Tehát olykor viszont egy házasság a botrányok után akár helyreállíthatta egy színésznő renoméját is. Hát így volt ez a zseniális Bajor Gizivel, aki az orvos férje oldalán ért révbe. Bár tulajdonképpen azért azt tudjuk, hogy ez a házasság vezetett a tragédiához is, hiszen máig sem tudjuk, hogy mi okozta a halálokat, csak azt feltételezzük, hogy az orvos férje adta be a halálos morfium injekciót Bajor Gizinek, mert azt hitte, hogy a felesége halálos beteg. Hát ezzel kapcsolatban még máig tartanak a találgatások. De olvashatunk a könyvben a legendás Rákosi Szidiről, aki a híres színésziskola megteremtőjeként vált közismerté, és kiderült, hogy milyen színésznőnek tartották, milyen pletykák jártak vele kapcsolatban. De az is, hogy a testvérei, meg a fia Bőti László révén hogyan szerzett befolyást a magyar színház életben. Szidi néni azt is kiharcolta, hogy a fia színház igazgató legyen, és a háttérből aztán ő irányított mindent. Úgyhogy érdekes dolog ez, de egy másik legendás családot is említünk, vagy említhetünk, például Vaszary Piri, a fantasztikus komika. A Vaszary családban akadt festőművész, díszlettervező, színész, színigazgató egyaránt. Tehát ez is nagyon érdekes. De a lapok sokat írtak a hírességekről. Tehát a bulvár újságírás az nem mostani keletű dolog, csak tulajdonképpen a szocializmusban teljesen alábbhagyott. De akkor is állandóan írtak a közönség kedvenceiről. Tehát Muráti Lili például, ugye ez a név is ismerős, igazi sztár volt. Tehát, de ő pontosan tudta, hogy mi kell a közönségnek, hogy a rajongó táborát hogyan lehet növelni. Tehát írtak a lapok az extravagáns ruháiról, a piros kocsijáról, amiben száguldozott, és így tovább. És persze az is érdekes, hogy a történelem gyakran szólt közbe, és gyakorta ketté törte a színésznők karrierjét. Hát ugye Bársony Rózsi az operett ünnepelt csillaga,
született 1938-ig óriási sztár volt, azután pedig a zsidó származása miatt tiltó listára került, és tehát gondoljunk bele, hogy a ünnepelt sztár volt, és azután a Royal Varieté-ben alkalmanként léphetett föl, de csak úgy, hogy az árja kollégáival a fellépés előtt és utána nem beszélget. Szóval rémdráma, őrület. És a háborút és a zsidóüldözést átvészelte, de a Rákosi rendszerről, ami azután jött, meg gyorsan elege lett, és disszidált Olaszországba. De ugyanúgy a történelem szólt közben Turai Ida a pályafutásánál is. Emlékszünk, hogy ő volt a filmekben az a vicces lány, az az édes komika, és a pályája neki sokáig töretlen volt, a második világháború előtt már Németországban forgatott, és 5 évre szóló szerződést akartak vele kötni Berlinben, amikor elkezdték azt hirtatni, hogy a férje, aki híres filmforgatókönyvíró, író volt, Békefi László vajon árja-e? És hát nyilván Turai Ida nem írta alá a szerződést, és aztán Békefinek rövid idő múlva itthon is bujkálnia kellett, és Turai lett a kenyérkereső. Aztán a háború után pedig azzal vádolt, hogy háborús propagandát folytatott, mert szerepelt a náci uralom alatt is. Szóval furcsa volt az élet, és a politika, ahogyan közbeszólt ezekben a színész életekben, sorsokban. És nyilván 1957-ben egy ilyen körülmények között ők is disszidáltak, Békefi filmforgatókönyveket írt német és ebből éltek, és aztán a 70-es években hazaköltöztek, és fantasztikus volt, ugye, talán te is emlékszel rá, Csilla, hogy újból meghívták műsorokba megszerepelni, és a közönség nem felejtette el az Turai Idukáját. De Krencsei Marian sorsa is ketté tört, tulajdonképpen egy karrierje pontosabban, mert az 50-es években megtagadta, hogy jelentéseket írjon a férjéről, aki Makkároly filmrendező volt. Elváltak, Krencsei Marian egy orvos felesége lett, de ott is úgy érezték, hogy szorongatott helyzetben van, nem bocsájtották meg, hogy nem működött együtt a rendszerrel, és ezért a férjével disszidáltak. Krencsei irodistaként dolgozott, és soha többet nem szerepelt. Hát nagyon érdekes sorsok vannak, de vannak, akik aztán idős korukban is ragyogtak a színpadon. Tehát róluk is van szó. Hát ott van Honti Hanna, hát akiről ugye tudjuk, hogy milyen sztár volt, még 80 évesen is fellépett, vagy Makai Margit, aki szintén idős nőként is fantasztikus szerepeket játszott. De az én kedvencem, és ez legyen a slusszpoén, Patkós Irma. Tehát én ezt a portrét szeretem a legjobban. Gyerek voltam, amikor a felnőttek rácsodálkoztak a Sándor Pál Sárika drága című filmjében egy csodálatos édes öreg asszonyra, aki olyan sallangmentesen és eszköztelenül játszott. Hát ki volt ez a néni? Hát kiderült róla, hogy vidéken operett primadonna volt, nem is akármilyen, és aztán nagyon furcsa sorsa volt, mert később felkerült a férjével együtt Budapestre, az Operett Színházba, de akkor meg közbeszólt a háború. A férje munkaszolgálatos lett, Patkós Irma nem kapott szerepet, kibombázták a pesti lakásukat, és hazament Szeglédre, a szülőföldjére, és gazdálkodott. Egészen addig, amíg újból meg nem hívták
kihívták kisebb szerepekre, Pestre, és aztán, amikor nyugdíjba ment, megint hazament gazdálkodni Ceglédre, állatokat nevelt, és élte az egyszerű asszonyok életét, és 70 évesen újra felfedezte a film, azaz Sándor Pál, és fantasztikus filmekben szerepel. 95 éves korában még kiállítást rendeztek a tiszteletére, és 96 évesen halt meg Cegléden, tehát egyszerű asszonyként. Ő nem akart az életben drámai hősnő lenni, ő egyszerű hétköznapi nő volt, és ragyogott a filmeken. Izgalmas történetek, és nagyon jó, hogy így egybegyűjtve olvashatjuk el. Nagyon szépen köszönjük a könyvajánlót Gombkötő Ginának, és köszönjük a hallgatók figyelmét.